a hetedik béseknek egy kicsit dúljanyag, az hetedikásnak egy kicsit ismétlés, mert ők már ezt vették, de nem az egészet, úgyhogy most gyorsan átmegyek, csak azért, hogy a két osztály összefésül legyen, hát ha viszonylag sokáig leszünk itthon, hát bízunk benne, hogy nem így lesz. No, Magyarország a szabadságharc után, ez itt a mai témánk, méghozzá Bach rendszer, ugye mondom, a hetedikásoknak ez egy ismerős történet, hiszen erről beszéltünk, a hetedik B-nek kevés. Ugye visszafordulunk az eddig tanultakról 1849-hez, amikor is Hajnaú mesterünk megszerzi a hatalmat Magyarország fölött, illetve hát ugye rábízza Ferenc József Magyarország megoldását, ezt nevezik Hajnaú rémuralmának. Ugye 1849 és 50-ben van Hajnaú rémuralma, jellemzik a kivégzések, azt, hogy a nemzet a totális elnyomás alá fog kerülni, akasztják az embereket, ugye a legfontosabb időpont az 1849. október 6-a, amikor is a 13. Vietont és Batthyány Lajost kivégzik. De ezen kívül azért számtalan eset van, nagyon sokakra vár börtönbüntetés, hosszú börtönbüntetés azokra, akik bizonyítható, hogy részt vettek a szabadságharcban. 1850-ben aztán Ferenc József leváltja, ennek az oka nagyon egyszerű, külföldön is már megóroltak Ferenc Józsefre és erre a hajnóféle politikára, és eljött ez a pillanat, amikor azt mondják, hogy ezt abba kell hagyni. A helyére Alexander Bach fog kerülni, őneki nincsen köze a zeneszerzőhöz, legalábbis nagyon nincsen, maximum távoli rokonok lehetnek egymással. Alexander Bach egy igazi szürke eminenciás, egy olyan politikai vezető, aki ilyen tudatlan sokat nem alkot egyébként, tehát önálló gondolatai nem sokak vannak, ő amit megparancsolt neki, azt végrehajtja. Ő csak azért lett fontos személy a történelemben, mert több mint 10 éven keresztül Magyarország irányítása az ő kezében volt, ő lesz Magyarország belügyminisztere, és Ferenc József jobb és bal és mindenféle keze Magyarország tekintetében. Hát íme Alexander Bach, egy ilyen tipikus osztrák politikus, vagy nem is tudom minek mondani, inkább közgazdász jellegű valami kis állami irány. Miről szól a Bach rendszer? Nagyon egyszerű a dolog, a célja, hogy Magyarországot totálisan beolvassza a birodalomba. Tehát Magyarországot egy nem elkülönült országgá kívánják létrehozni, hanem bizony az osztrák császárságon belül Magyarország egy, illetve nem is egy, hanem igazából 5 tartományá ma legyen az országnak. Ferenc József önkényuralmi rendszere az, ami ezt kiváltja, ugyanúgy, mint ahogy nagy elődje II. József, ő is rendeletekkel irányít, és az országot új részekre bontja. Ez azt jelenti, hogy 5 egyenlő része osztja Magyarországot, leválasztja róla Erdélyt, illetve leválasztja ott a délvidéket és a határőrvidéket, amelyek közvetlenül Bécs irányítása alá kerülnek, az 5 rész pedig 5 terület irányító várossal rendelkezik. Maga a birodalom egységes, nincsenek külön vámhatárok, ez még jó is lehet, hiszen a magyar ipari terméket lehet vinni, meg a magyar terméket Ausztriába. Viszont bevezetik az osztrák mérték és súlyrendszert, ami nem egyezik a magyarral. Ugye a magyaroknak mindenféle fajta súlyrendszerük volt, az osztályok meg ebben az időszakban elkezdtek SI rendszereket használni, tehát nyilvánvalóan egységesebb. És bevezetik az osztrák jogrendszert és adófajtákat, olyan adókat, amiket a magyarok nem is értenek, mert soha életben nem voltak ilyen adók Magyarországon, sőt, vannak, amik értelmetlenek, mert mondjuk a jobbágyi adók azok elég értelmetlenek Magyarországon, ahol nincsen jobbágyság. Eltörlik a szabadságjogokat Magyarországon, ez alól egyetlen egy kivétel lesz, a jobbágyok és a jobbágysághoz köthető szabadságjogok, ezeket meghagyják az áprilisi törvényekből, de minden mást eltörölnek. És hát, ahogyan azt az Olmützi alkotmányban láthattuk, a nemzetiségek ugyanolyan elnyomás alá kerülnek, mint a magyarok, tehát nem jártak jobban azzal, hogy az osztályok oldalára álltak a szabadságharc idején. Íme Magyarország rendszerezése, ugye 5 egységre osztják, Sopron, Pozsony, Pest, Buda, Kassa és Nagyvárad központtal, ezen kívül leválasztják Erdélyt, a szerb vajdasság területét is külön kezelik, illetve Horvátországot és Szlavóniát, és ez a sárga, az pedig közvetlen katonai határőrvidék, ami Bécs közvetlen irányítása, katonai irányítása alá kerül. Kike támaszkodik maga a Bach rendszer? Hát támaszkodhatna nyilván a magyar hivatalnokok, de a magyarok nem hajlandóak hivatalt vállalni, nem így máshonnan kell majd ezeket szerezniük. De mielőtt hivatalnokról beszélnék, a legfontosabb támaszra kell támaszkodnunk, ez nem más, mint az osztrák katonaság. Ide rendenek egy csomó katonát, akik a rendfenntartásért felelősek, és a magyarok még csak be se szólhatnak nekik, mert akkor már is kapják a puskatussal a derékra csapást. Ezen kívül megépítik a citadellát, amit ágyukkal látnak el. A citadella a fönn van a Gellért hegy tetején. A célja az, hogy ez legyen a legmagasabb pontján Budapestnek,
illetve akkor még Pest-Budának, ahonnan bármit be lehet lőni, köztük a budai várat is, mert a budai vár lejjebb van nála. Épp itt a rendőrségre és a besúgó hálózat, ugye nyilván osztály besúgó hálózat működik, illetve azért természetesen mindenhol találunk olyan embereknek mániájuk a feljelengetés és bejelentgetés. Ebben az idősebb szakban sincs ez más, hogy ezt a feljelentketős, bejelentgetős történeteket, ezeket próbáljuk meg elfelejteni, próbáljuk meg enélkül élni az életünket, hogy ilyen besúgók legyünk a világban. Ezen kívül nagyon-nagyon fontos a hivatalszervezet. Ugye a magyarok nem vállalnak hivatalt ebben az időszakban, ezért külföldön hozott hivatalnokok fogják Magyarországot is irányítani. Ezeket a köznép csak Bach huszárnak nevezi, mert hogy Bach próbálta őket elvegyíteni a magyarok között, ezért ez a külföldi német szláv képviselőket magyar ruhába öltöztette, de most a magyar ruhát ők nem nagyon tudják hordani. Azért, mert a magyar ruhákat meg kell tanulni hordani, ez nem úgy működik, csak hogy magunkra vesszük, aztán egymásra kapjuk a ruhákat is kész van, hanem bizony-bizony annak megvan a maga metódusa, mentális megépítettsége, hogy kell ezeket fölvenni, ezek nem tudják. Például a magyar ember soha nem tűri be az ingét, ezek betűrik az ingjüket. A magyar ember a nem betűrt ingére veszi föl a zekét, az ilyen mellénykéket, és ezekkel nagyon jól el van, ezt ők nem tudják megérteni, hogy ez hogyan működik, ezért aztán elég furcsa helyzetbe is kerülnek. Íme egy ilyen Bach-huszárról készült kis keresztrejtvény, ugye a bezírk feloszlani, hanem itt maradni és bizonyosan megkapni egy jó kis applikáción. Tudom, senki sem ismeri meg, hogy én nem lenni magyar ember, mondják itt a karikatúrán. Hát tökéletesen látszik, például a sisak, ha megnézzük, a sapka, ami rajta van, az fordítva van a fején. Csak neki erről fogalma nincsen, mert a külföldi divat az így mutatná, hogy így kéne ennek kinéznie. Mit csinálnak a magyarok? A magyarok ellenállnak, az ellenállás vezetője egy bizonyos Deák Ferenc. Talán ismerjük az ő nevét. Deák Ferencet csak úgy szoktuk csúfolni, vagy mondani, hát ez nem csúfolás nyilván, hogy a haza bölcse. Ő az, aki kitalálja a passzív ellenállást, aminek a lényege, hogy a magyarok... Szóval ő azt mondja ki, hogy a magyarok mindent tegyenek meg, ami nem tetszik az osztrákoknak. Nem kell törvényt sérteni, még véletlenül sem, csak húzni kell az időt. Az egyik ilyen, hogy a magyarok nem hajlandóak sehova sem fölvenni a nemzetközi ruházatot, hanem ők bizony a magyar divatot fogják követni, és magyar divatosságú ruhákat fognak használni. A másik ilyen az adó megtagadás. A magyarok megtagadják a különböző adó befizetését, ez nem azt jelenti, hogy nem fizetik be, ez azt jelenti, hogy addig húzzák, halasztják, amíg csak lehet. Most ennek köszönhetően nincsenek bevételei az osztrákoknak. Magyarán szólva, ahelyett, hogy az osztrákok fejlődhetnének és Magyarországból pénzt szerezhetnének, ehelyett sokkal többbe kerül fenntartani Magyarországot, ami nyilvánvalóan nekik nem túlzottan jó. A harmadik ilyen a hivatal megtagadás. A magyarok nem hajlandók hivatalt vállalni, külföldről kell hivatalnokat hozni, azoknak szállást kell adni, kosztot, kvártét, és természetesen fizetést. Tehát sokkal többe kerülnek, mint hogyha Magyarországról lenne irányítva Magyarország. És minden úton, módon, hogyan lehet, csak hátáltatni kell az államot. Nem kell elmenni a parlamenti ülésekre. Például, amikor Ferenc József erre jár, és megpróbálja 1860-as parlamentet nyitni, akkor megkérik Arany Jánost, hogy írjon már egy köszöntőverset Ferenc Józsefnek. Hát Arany János azt mondja, hogy hát tudod, mikor én nem fogok ilyet írni. És hát nem is fog ilyet írni, aminek aztán az lesz az eredménye, hogy fölkérnek valami no-name költőt, aki megírja, viszont Ferenc, vagy hát Arany János beelültetődik ez az ötlet, és hát megírja a Velszi Bárdok című remek művet, ugye Edvárd király angol király léptet fakó lován, hagy látom úgymond mennyit ér a Velszi tartomány, stb. Stb. Hát Edvárd király ez nem más, mint Ferenc József, aki megnézi azt, hogy a lemészárolt magyar föld mennyit fog érni. Aztán vannak fegyveres ellenállások is, mivel egy nagyon jó a besúgó hálózat, nagyon jól működik az osztrák rendőrség, ezért nagyon gyorsan leleplezik ezeket az ellenállásokat, és gyakorlatilag véget vetnek az ilyen problémáknak. Illetve Kossuth Lajos emigrációs tevékenysége is fontos, ugye ez azt jelenti, hogy Kossuth Lajos emigrált, önkéntes számüzetésbe vonult, az emigráció önkéntes számüzetést jelent, ha valaki esetleg nem tudná, és külföldre ment Kossuth Lajos, ahol megpróbál szövetségeket szerezni Magyarország tekintetében. A legerősebb szövetséges, aki talán az harmadik Napóleon lesz, aki 1859-ben beír ugyan Kossuth Lajosnak a segítséget. Tudjuk, hogy ekkor van a Solferinói csata,
Viszont hát ugye Solferino-i csata után az olaszokat is átveri 30 Napóleon, és megegyezik Ferenc Józseffel a békéről, tehát innentől fogva mi sem nagyon számíthatunk őre. Hát íme Deák Ferenc, a haza bölcse. Na most 10 éven keresztül megy ez a passzív ellenállás, és hát valószínűleg nem jön ki belőle túl jól semmi, se Ausztria, ezért aztán 1860-ban megpróbál valamiféle megegyezést kisikarni Ferenc József, még mindig a saját módján próbál megegyezni a magyarokkal, ez elég egyoldalú megegyezés. Ugye ezt nevezik úgy, hogy sikertelen megegyezés, amikor Ferenc József próbálkozik egy picit. 1861-ben Ferenc József összehívja az országgyűlést. Igen, ám csak az országgyűlésen nem igazán mennek el. Ferenc József megpróbál fontos döntéseket véghez vinni, azonban akik el is mennek az országgyűlésre, azok folyamatos jelleggel ragaszkodnak a 48-as törvényekhez, ami igencsak távol áll Ferenc Józseftől, hiszen ezeket akart eltaposni. Ennek köszönhetően 1861-es országgyűlésen nem történik megegyezés, és nem történik érdemi munka. Így aztán 1861-ben a parlamentet rövid időn belül felosztatja, és minden marad a régiben, marad az önkényuralmi rendszer, amely semmilyen jó irányba nem vezet, és nyilván majd a következő órán azt látni fogjuk, hogy mi az, ahogyan megpróbálja megoldani majd Ferenc József és De